demokrácia, hát valahol megint elkezdünk Kleisztenésznél vagy. Nem. Hammurabi. Hammurabival kezdődik a demokrácia világtörténete. Ugye egyrészt jön nyilván nem egy politikai korrektség, ugye, tehát eurocentrizmussal szemben, ugye, menjünk a Közel-Keletre, ugye, de hát egészen elképesztő a példa Hammurabi demokráciájára. Micsoda az, hogy Hammurabi egyik törvényében benne van, hogy amikor gátakat építenek az embereknek csatornákat, akkor tekintettel kell lenniük egymásra, és valaki rosszul építi a gátat és a víz előtti a másiknak a földjét, akkor azért büntetés jár. És majd azt hát lehet, hogy ez a döntésben magában a népi részvételt nem feltételezi, de feltételezi az együttműködés egy bizonyosnak. A certain level of cooperation. Hát ennyi lenne a demokrácia fogalma, hogy egy bizonyos fokú együttműködés. Hát akkor melyik társadalom nem volt a világtörténelem során demokratikus. Ez a társadalom definíciója, ez nem a demokrácia definíciója. És azért hangsúlyozom, hogy tehát ez egy Oxford University Press kézikönyv, tehát hogy ez hát, túlzásra sok autoritatív, tehát ez azért egy súlyos forma. És tulajdonképpen itt jutunk el valahová, és ez az, amiről viszont már akkor sem beszéltem volna, ha előadást tartok, tényleg, hogy hát ebből származik nyilván a fogalomnak egy ilyen hihetetlen, hihetetlen kitágításával az következik, hogy hát jelzős demokráciából ma annyi van, amit hihetetlen, ugye, tehát valóban van liberális, meg illiberális, van majoritális, meg konszenzuális, van kontrollált, és van oligarchikus, és van plebisziter vezérdemokrácia, és deliberatív, és participatív, és közvetlen, és közvetett, és parlamentáris, és nem ennyi van, tehát legjártalában egy százas nagyságrendben szokták számolni azok, akik ráérnek, hogy ezt összeszámolják, de hány van a jelzős demokrácia, tehát majd az, hogy mindenki megtalálja azt, ami szerint ő demokrácia és a többi nem. Tehát magyarán szóval én mégis oda szoktam, és hát ez a konklúzió, már oda szoktam jutni a hallgatókkal is, és már van egy-két hallgató, aki ténylegesen már, tehát ilyen doktori témaként választottam már, hogy magával a demokrácia fogalmával kéne lassan leszámolni. Tehát ez leíró kategóriáként nem működik. Tehát éppen azért, mert ennyire általános, mindent jelenthet, és hozzáteszünk azt, hogy XY-ről demokrácia, ezzel semmit nem mondtuk. A jelzőkben van valami, azok igen, azok közül nagyon sok használható, hogy parlamentáris, vagy majoritárius, vagy konszenzus, abban van valami, abszolút. De hogy ezt a demokráciát miért kell mindig hozzátenni, ha egyszerűen bármi lehet, ez az, amit igazából nagyon sokan nem, én sem értem, és hát ennek esetében hallgatói miért értenék jobban, mint én, ugye, tehát szóval ők sem értik. És tulajdonképpen ez viszont már nem a konklúzióm, hanem ez már azon túl, hogy én magam is azt mondanám, hogy tulajdonképpen sokkal jobb lenne, ha mondjuk politika tudománnyal foglalkozó emberek nem a demokrácia fogalmával próbálnak mindenáron leírni, hanem valamilyen, tehát pontosabb, részletesebb, tehát, hogy nem, tehát valódi elkülönítés lehetővé tevő, akár bonyolultabb fogalmakkal írnák le azt, hogy milyen a magyar, milyen a svéd, milyen az amerikai rendszer, amelyek egyébként nem demokráciák, ahogy mondtam az elején is, mert egyikben sem szó szerint a nép uralkodik, a nép nincs eleve, a nép nincsen. Mikor találkoztatok ki utoljára a népben, ugye? Megy az ember az utas, hogy összembe a nép. A többséggel se találkoztunk soha. Hát az azt jelenti, hogy milyen választáson, milyen kérdéseket tesz, mert azt jelenti, hogy van többség, meg kisebbség. Az sem valami fajta. Az sem rendelkezik valódi saját lényegről a többség, ezt akar több, a nép akarat, a többségi akarat, és akkor ezek nem léteznek, ez a konstrukciók minden egyes esetben. Tehát helyesebb lenne, hogyha egy ilyen nagyon súlyosan terhelt, és tulajdonképpen ma már inkább azt mondom, hogy jelentés nélkül fogalom, valahogy hát ilyen pontosabb, hát lehet, hogy kevésbé népszerű, de még pontosabb fogalmakkal élni. Nekem nyilván van egy-két saját ötletem ezekre, de az már most jelentem ennek a más. Érdekes lett volna az előadás, a kár, hogy nem hangzott el. Egyrészt engem legyőzött nagyon köszi az előadás, csak egy ilyen szerintem vicces az analógiát, hogy amit mondtál a demokrácia öldöknek, nagyon hasonlít, mint a lopás fogalma az idejében. Tudjátok, hogy ma már minden lopás a korrupciótól a szerzői jogsértésen, minden lopás. Jó,
Persze, hát sok ilyen van. És mindig ugye, én az olyan szempontból szoktam ugye szkeptikus lenni, tehát hogy amikor tényleg tehát végigment egy szó már ezen a hosszú folyamaton, akkor most hiába mondja, hogy menjünk vissza az eredet, nem fog menni, az nem fog már menni, az nem fog már menni, egy eredeti ősi, tiszta jelentéset, nem, ez lehetőség. Nem így működik a nyelv sem. Van egy érdekes kérdés, hogy tök lajikus, hogy nem lehet úgy érvelni ez az igazi demokrácia, liberális demokrácia koncepció mellett, hogy éppenséggel az, hogy valójában sosem valódi népuralom a demokrácia, mert már katonai terület, valójában csak akik elmennek, valójában csak azoknak a többsége, relatív többsége, és valójában csak egy meghatározott körből áll, ennek egy ilyen hogy mondjam, orvoslása az ebből származó bajoknak, pontosan ugye ez a többség zsarnoksága elv kiegészítése, hogy mivel sajnos ez a helyzet, valamit ezen orvosoljunk, és vigyük mégis a népuralom felé azzal, hogy nem teljesen csak a többségi elvet vagyunk a kisebbség, és hogy nem teljesen csak az a szűk politikai körünk minden hatalomhoz, hanem megosztjuk a fékek és a visítvár, tehát hogy Nem, és pontosan így szoktak érvelni, hogy lehetne, mert így szoktak érvelni. Ugye én itt a fogalomhasználat problémáira próbáltam utalni, csak azok, akik így érveltek, hát ugye pontosan Platón nem az államban, ugye nem a törvényekben, ott el is nevezik, mikté politeiának. Ahol vannak demokratikus elemek, vannak választások, csak ott is már eleve a választások a picit aránytalanabbá teszi osztályok szerint, a társadalmi osztályok szerint úgymond több vagy kevesebb szavazattal bírnak, és így tovább. És hát az egyéb tényezőkkel, tehát ott is a bíróságok kezdve, mint más. Igen, csak ezt nem így hívta, hogy demokrácia. Értem, csak hogy ebben azért nem demokratikusabbá teszi el. Demokratikusabbá teszi, és akkor viszont erre vonatkozik a kérdés, akkor viszont meg úgy mondanám, hogy én is valami olyasmit mondanék, hogy ismerjük el, hogy ezek vegyes kormányzatok, és akkor mondjuk meg belőle, hogy mondjuk dominánsan itt ez alapvetően egy demokratikus dominanciájú vegyes kormányzat, vagy éppen mondjuk, ami nagyon sok kelet-európai országban van, ugye, az egy vezér dominanciájú, ugye, de alapvetően van benne demokratikus, az is vegyes kormányzat. Ugye Körösényi András ezt Max Weber nyomán ugye elkeresztette plebisziter vezér demokráciának, mondjuk a Magyarország. Rendszer, a plebisziter utal arra, hogy a népi jóváhagyás az igenis fontos, mert ez fontos, ezt senki nem gondolja, hogy Orbán Viktor számára nem fontos. Az, hogy őt a magyarok többsége támogassa, nagyon fontos neki. Tehát a szó sincs, hogy ez egy klasszikus diktátor, szó sincs róla. Viszont az is igaz, hogy vezér típusú rendszer, amelyben a populáris elem, a plebisziter elem alá lenne. Szerintem tehát pont valami ilyesmit próbáltam javasolni, hogy igen, nem azt mondjuk, hogy demokratikus szó az ne szerepeljen soha, hanem tegyünk hozzá, hogy a demokratikus elem mellett milyen más elemek vannak, és melyik ezek közül a domináns. Ezen így van, hogy egy beszédekben nehéz lesz, ugye ezeket mennünket döngetve mondani, egy három vagy négy vagy öt szóval álló összetett van, de hát én most nem is arról beszélek, hanem a politológusokról. Én kérdésemet volt, hogy éppen most megválaszoltam. Bocsánat. Az volt a kérdésem, hogy hát ez egy gyönyörű és kvázi tökéletes dekonstrukciója volt éppen a demokrácia fogalmának, amit elővezettél. A kérdésem az, hogy de hát ez mennyiben szolgálja annak a szituációnak a megértését, ami itt és most történik ebben az országban. Gondolom, te se arra akartok kifutatni, meg nyilvánvalóan, hogy ne vádolja senki ezt a rezsimet azzal, hogy felszámolja itt a demokráciát. Igen, én megmondom, hogy jó, hát nem, soha nem gondoltam magam, hogy posztmodern gondolkodónál, de tényleg a dekonstruktív elemben van valami igazság. Ugye azt akarnám mondani, hogy ennek a pozitív célja az, tehát azért nem ez a destrukció, mert hogy a demokratikus vagy a demokrácia szóhoz tapadó pozitív morális felhangot le akar. Ugye, tehát manapság, ha valaki ki tudja mutatni, hogy ő demokratikus, akkor az azt jelenti, hogy ő valami jót csinál. Ugye, tehát amikor azt mondom, hogy ez egy demokratikus, ez egy nem demokratikus, akkor azt mondtam, hogy jó meg rossz. Ha most ezzel tisztában jövünk, hogy a demokrácia tulajdonképpen bármilyen rendszerre alkalmazható, akkor tehát a morális legitimáció pecsétjét, amit a demokratikus szó rájön bármelyik politikai rendszerre, ettől lehetne talán megszabadulni. Tehát ez lenne mondjuk
szerint az én olvasatomban a pozitív hatás. Mit szólnál a következő elmondásra, ezzel foglalnám röviden össze a problémát, amit felvetnék, hatalom megosztó demokrácia. Tudnék, a korábbi demokráciák azok, főleg és a laténi, azok nem voltak hatalom megosztó. Cicerónál kezdődnek olyan meggondolások, hogy meg kell osztani a hatalmat, ez ugye a diktátor felelőssége vonásában is megmutatkozik. Idézném Szokratészt a Szokratész védőbeszédéből, amiben bírálja a bíróságot, és ezzel tulajdonképpen a saját halálát is idézi, hogy a bíró nem azért van ott a székében, hogy a közönség vagy a rimánkodó bűnös kívánsága vagy könyörgése szerint ítélje, hanem hogy a törvény szerint ítélje. A törvény szerint ítélje. A kérdés tehát az, hogy van olyan társadalom, és lehet-e olyan szervezni, hogy amely betartja a saját maga által hozott törvényt. Ez a központi kérdés, mert az európai történelemnek és a filozófia történetlenek mindvégig az egyik központi kérdése volt az igazságosság, a társadalmi igazságosság kérdése. Ha egy hatalom, és legyen az bármilyen, és most direkt elvonatkoztatnék a jelenlegi itteni helyzettől, a kérdés az, hogy a hatalom betartja-e a saját maga által hozott törvényeket, mert a törvények által lett az ember emberré, az emberi társadalom ebben különbözik mondjuk egy egészen primitív társadalomtól, bár abban is vannak törvények. De a központi kérdés ez, a hatalom betartja-e a maga által hozott törvényeket. Beszéltem egy bíró ismerősömmel, nem voltam tisztában a bírói munka jelenlével, és megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mennyire független, hogy végzik a jogok, jogi folyamatok érvényesítését, a törvények érvényesítése hogyan folyik, és feltételeztem, mondtam, hogy akkor tárgyal a kollégájával, és megbeszéli, mondjuk egy adott esetben, hogy hogyan értelmezik a törvény. Mire ő azt mondta, hogy az, aki gyakran kérdezget a kollégájától és tárgyal, és nem a saját lelkiismerete szerint ítél, és a saját tudása szerint, az hamar alacsonyabb rangrétán találja magát. Tehát a bíró még abban az értelemben is a saját lelkiismerete szerint dönt, ő már egy nyugdíjas bíró, abban az értelemben is a saját lelkiismerete szerint dönt, hogy nincs konzultációs kényszere, mondjuk a fölé beosztó bíróval, aki szétosztja az ügyeket. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Ez teljesen jogos, ugye csak én ezt ugye nem demokráciának nevezném, ugye a hatalom megosztását, tehát ugye két dolgot említett, tehát a hatalmak megosztását és a joguralmat. Ugye ez az, ami pontosan ugye Kant megkülönböztet a demokráciát. Kantnál ez a köztársaság. Azt mondja, hogy ahol van hatalmak megosztása, ahol van joguralom, szó szerint hasonlóan fogalmaztatva betartja saját magának a törvényeket, és ugye hozzátesz, hogy ahol van képviselet, ott természetesen nem demokrácia van, ezt írja egyébként szó szerint köztársaságnak. Nem az anyag, hogy a köztársaság jobb szó, mint a demokrácia, csak hogy különböztessük meg egymástól, azt, ahol a nép uralkodik, a nép többsége uralkodik, attól, amikor ezek a garanciális elemek fontosabbak tulajdonképpen, mint maga a nép részében. Egy apró megjegyzésem lenne, tehát amikor azt mondja, hogy az igazságosság központi fogalom meg a joguralom, az ugye nem ugyanaz. Ugye? Tehát az állam betartatja a saját magától hozott mondjuk nürnbergi törvényeket. Ugye? És az mégsem gondoljuk, hogy az igazságos. Ugye? Tehát az igazságosság az morális fogalom, a joguralom az pedig jogi fogalom. Azt persze mondhatjuk, hogy hát az a mélypont, amikor már a saját magától hozott törvényeket sem tartja be. De az európai gondolat az nem ez, hanem az, hogy az igazságosságnak vannak olyan természetek, elfelé, ugye, tehát az a középkori ugye, természetjogi felfogás, hogy szó szerint ugye Szent Tamás azt mondja, hogy a természeti törvénnyel ellentétes törvény nem törvény, hanem a törvény perverzitas legis, ez a törvény eltorzítása. Tehát az egy más típusú korlátja a hatalomnak, mint önmagában a joguralom. Joguralom kérdésében akarok bármenni, csak ezt mondom, hogy ezt a típusú rendszert, amelyik így működik, azt nem kell feltétlenül demokráciának nevezni. Hát azt mondjuk, hogy a bíróság hogyan működik, az egy nehéz kérdés. Azért látjuk Amerikában mondjuk, hogy nem mindegy, hogy kiugrott a legfelsőbb bíróságba, hát ez pont az elmúlt
néhány hétnek az eseménye volt, ugye nyilvánvalóan nem arról szólt ez a vita az Egyesült Államokban, hogy most éppenséggel Kavanaugh leendő főbíró 17 éves korában leteperte egy lányt, nem tepert le, higgyék el, hogy a legtöbb ember nem ez érdekelte, hanem az, hogy lesz-e még egy ilyen típusú politikai beállítottságú tagja a bíróságnak. Tehát azért vigyázzunk, mert ezek elvek és ideálok, hogy a bíróság az egy független szervezet. Nem, hát az is emberekből van, és olyan emberekből, akiknek van politikai meggyőződése. Tehát a jobbról a kérdés az, hogy aki a törvényt elsősorban hozzá is javasolja, annak van-e hozzáférése, ugye a jobb befolyásolása. De az a kérdés, hogy egyedi, minden bíró egyedi és ízlések és pofonok különbözőek. Természetesen abszolút igazság nincs. Közelítő megoldások vannak minden egyes perben. De a kérdés az, hogy ki az, akinek olyan befolyása van, hogy az igazságszolgáltatás úgymond eltérítse a... Ez világos, ugye te azt mondta, hogy az igazságszolgáltatás kérdése... És nem lehetséges demokrácia ott, semmilyen formája nem lehetséges, és itt összekapcsolnám a köztársaság és a demokrácia fogalmát véleményem szerint, ahol nincs független igazságszolgálat. De lehetséges. Szétfosztik az hát hogyan lenne lehetséges? Platón erről van, hogy az választás másnapján, vagy az első meghozott év velem tartott törvény után megindul a degradáció. Hát azt történt, hát egy demokrácia hogyan? Hogy ne lehetne demokrácia valamilyen nincs jogával? Természetesen. De az igazi tiszta demokrácia ugye az lenne, amikor tulajdonképpen a nép a saját magától hozott törvény, az természetesen bármikor megváltoztathatja. Hát ez a nép szuverenitás lényege, könyörgöm, hogy én hozom a törvényt. Az, hogy a nép hozott ezelőtt egy évvel egy törvényt, és az nekem nem tetszik, az természetesen megváltoztatható. Mert pont ez a többséggyarmadság szó itt az előbb fölmerült, tehát ez a többséggyarmadságának a lényege, hogy igenis, az igazi demokrácia azért rettenetesen veszélyes, mert az adott esetben a joguralom már ellentétes lehet. Nem arról szól, hogy ahol nincs joguralom, ott nincs demokrácia. De sajnos van a demokrácia, ahol nincs joguralom. Platón már az államban leírja, hogy hát még csak nem is kell megváltoztatni a törvényeket, hanem hát egyszerűen vannak olyan bűnösök, akik szabadon járnak, kellnek ugye egy demokráciában, mert ha valaki népszerű, akkor eszébe se jut senkinek, hogy mondjuk egy kiszabott ítéletet végrehajtson. Ez pont arról szól, hogy igen, a témában demokrácia van, ha valaki népszerű, annak még börtönbe se kell mennie, mert a nép megvédi. Tehát ez mondja, hogy... Nem volt szétválasztom, ugye a bírói. És ezért volt, azt mondja, de amiről én beszélek, érti az, hogy demokrácia és a joguralom, az két különböző dolog. Nagyon jó, ha összekapcsolódik, de az attól még két különböző dolog. Nagyon jó, ha van mind a kettő, de az a lényeg, hogy a demokráciának nem része a joguralom, hanem az valami, amit hozzá lehet adni, mint korrektívum és egyébként. Tehát ez teljesen, én magam is egyet értettem ezzel, és ezért hívja ezt mondjuk Kant nem demokráciának, hanem valami másnak, egy ennél összetettebb rendszer, egy komplexebb rendszer. Még egy kérdést. Én attól tartok, hogy a liberális demokrácia fogalom az abban az értelemben valóban a demokráciának a hosszú képzője, hogy nem az történik. Tehát nem az az állítás, hogy a rendszer egyfelől demokratikus, másfelől pedig illiberális, hanem hogy maga a demokrácia illiberális. Magyarán ez azt jelenti, hogy a demokráciának ami egyetértünk, hogy rettenetes rendszer, annak a rettenetes rendszernek van egy olyan tulajdonsága, hogy bármikor más kerülhet többségbe. Na most ahhoz, hogy más kerüljön többségbe, hogy más kerülhessen többségbe, ahhoz kell a szabad sajtó, ahhoz kell a szólásszabadság, stb. Tehát ebből az következik szerintem, hogy valóban nem lehetséges másféle demokrácia, csak liberális demokrácia, hiszen minden liberális demokráciából definíciószerűen hiányzik az az eleme a demokráciának, hogy más kerülhessen többségben. Magyarán azok a demokráciák, meg liberális demokráciák, azok egyszer aklamáltatják magukat a néppel, mint a Adolf Hitler, és akkor attól kezdve ők vannak hatalmon arra az egykori választásra hivatkozva. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy Magyarországon 2010-ben még voltak választások, mint ahogy Németországban 1933-ban
voltak választások, de azóta tulajdonképpen nincsenek választások, mert már hiányzanak azok a garanciális elemek, amitől ezek a választások legitimek lennének. Ilyen értelemben az illiberális demokrácia nem demokrácia. Természetesen a megállapításaival egyetértek, csak azt kell tudni, hogy ez szintén nem egy független és objektív nézőpont, amit most megfogalmaz. De, nem, ez pontosan egy adott demokrácia felfogásnak, a Schumpeter-féle minimalista demokrácia felfogásnak az álláspontja, amelyek azt mondja, hogy a demokráciának nem csak az a feltétele, hogy a többség által választottak legyenek hatalmon, hanem az is, hogy legyen tényleges választási lehetőség, vagyis a lecserélhetőséget tekinti Schumpeter a demokrácia definíciójának. Ez pontosan azt jelenti, hogy megint van egy olyan demokrácia definíció, amiben személy szerint nagyon rokonszerves nekem, persze, önnek ebben teljesen igaza van, én is azt gondolom, hogy hát az egy, nem azt mondom, hogy az nem demokratikus, hanem nem jó. Az nem jó, hogyha nem lehet leváltani a kormányt. Én nekem a szóval mondjuk azt, hogy nem jó, nem szeretem, igazságtalan, méltánytalan, szabadságellenes, mindent mondhatok, de nem, azt nem mondhatom, hogy nem demokratikus. Ez, hogyha azt mondom, hogy a demokráciába beletartozik a lecserélhetőség, és nem elég az, hogy a démosz többsége kit választ, akkor már a Schumpeter-féle demokrácia felfogást vallottuk. Ez a baj, tehát, hogy de akkor beletettünk abba a pozíciót. Akkor miért nem nevezed az Adolf Hitler, a hitleri Németország demokráciának? Én annak nevezem. Én azt mondom, Künnet-Ledin demokratikusnak nevezi. Ez a könyv, ez a demokrácia beszélyeiről szól, és ő azt mondja, ő liberális. Ő végig azt mondja, hogy ő liberális, vagy arisztokratikus liberalizmus, amit ő képvisel. Ő azt mondja, hogy ez az arisztokratikus liberalizmus az, ami mondjuk 19. század, 20. század első felében Európát megtartotta. Ezzel szemben az ilyen populáris, demokratikus népre hivatkozó rendszer. Nála a demokratikus. Igen. Azért van, mert persze terminológián lehet hivatkozni, de itt látjuk, hogy ez a demokratikus szó már összezavarja az embert. Én legsősorban a saját szoktáromból éppen ezért is húznám, hogyha megtehetnék. De hát ezt nem én döntöm. Hogy miért nem tehetnék meg az a külön? De hogy én megtehetném, ugye csak nyilván én ahhoz kevés vagyok, tehát nem én döntöm el, hogy az emberek hogyan használnak fogalmakat. Jó, és az összefügg azzal a döntéssel, hogy miért nem filozófusnak és miért már politológusnak vallod magad, ez egy politikát. De ez egy külön. Tehát ez már egy identitás probléma. Köszönjük szépen mindenkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek.